Jó reggelt kívánok, köszöntjük Önöket, Perjesi Tamás kollégám, a február 23-án, a hét utolsó munkanapján, pénteken, ez a napindító, kezdjük műsorunkat. Egy nap híján 2 éve indította el Oroszország Ukrajna ellen a különleges katonai hadműveletét. Az egész világon érződik ez a háború. Gondoljunk csak az Európai Uniónak a 13 szankciós csomagjára, most készít elő a 14-et. 2 év alatt ennyi szankciós csomaggal próbálják megszorítani Oroszországnak tulajdonképpen az erejét minden területen. Erről is beszélgetünk majd Bendazsevszki Anton biztonságpolitikai szakértővel, meg például arról is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kommentálta a Joe Biden amerikai államfő beszédében elhangzottakat, aki faragatlannak titulálta Biden megnyilvánulását. Szergej Lávrov orosz külügyminiszter megbeszéléseket folytatott török és dél-afrikai kollégáival a G20-ak brazíliai találkozóján, és Olaszország arra számít, hogy a következő napokban véglegesítik az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról szóló kétoldalú megállapodást. Lássuk most háborús összeállításunkat. Ukrajna még mindig nem kapja meg az összes olyan támogatást, amelyre sürgősen szüksége lenne az orosz agresszió elleni hatékony küzdelemhez. A konzervatív ellenzéki vezető Friedrich Merz a német Bundestagban sürgette a Scholz kormányt, hogy küldjön Taurus rakétákat Ukrajnába. Kedves kormánykoalíciós kollégák, kérem Önöket, mindannyiukat, nem csak egyeseket, mindenkit, hogy támogassák a mai indítványunkat, és sürgessék a német kormányt, hogy végre szállítson Taurus rakétákat Ukrajnának. Végül mindössze 182 parlamenti képviselő szavazott az indítvány mellett, míg ellene 480-an. Ez egy újabb kudarc Kijev számára, hiszen az ukrán vezetők hónapok óta sürgetik Berlint, hogy lássák el országukat fegyverekkel és légvédelmi rendszerekkel, különösen nagy hatótávolságú rakétákkal. Közben elfogadták a 13. brüsszeli szankciós csomagot, amellyel elsősorban indiai, törökországi és kínai vállalatokat céloznak meg. A volt pekingi nagykövet a Háború Ukrajnában című műsorunkban azt mondta, sem Kína, sem India nem ijed meg az európai szankciós politikától, és válasz szankciókra is számítani kell. Én úgy értékelem, ahogy az egyik kollégám Salád Gergely nemrég megfogalmazta, hogy az európai politikusok hajlamosak a politikai-gazdasági öngyilkosságra. Ez egy mély pszichés probléma. India, Kína, Törökország, nem tudom én ki ellen szankciókat bevezetni, az finoman szólva is gyermeteg. Közben az orosz hadsereg azt állítja, hogy elfoglalta a kelet-ukrajnai Pobjeda falut is, ami újabb hódítást jelent a fegyverhiánytól szenvedő és egyre rosszabb helyzetben lévő ukrán hadsereggel szemben. És akkor szólítjuk Skype-on keresztül Bendazsevszki Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Beszélgettünk már a műsornak az első részében arról, hogy milyen katonai veszteségei voltak eddig Ukrajnának és Oroszországnak, de ugye, hogyha Ukrajnára koncentrálunk most, azért neki nem csak katonai veszteségei voltak, hanem akár a menekültekre gondolunk, ott is óriási veszteségeket ért meg a hátország, és nyilván értelemszerűen a fronton is hiányoznak ezek a tulajdonképpen férfiak, akik hadkötelesek lennének. Ezek a számok, ezek hogyan alakultak az elmúlt 2 évben? Hivatalosan férfiak nem hagyhatják el Ukrajnát 18 éves kortól, nem hagyhatják el, ugye elvileg 27 év a besorozhatósági határ, ezt most levitték 25 évre. Tehát azok, akik az országban beleesnek ebbe a korosztályba egészen 60 éves korukig, nem hagyhatják el Ukrajnát, hivatalosan több mint 7 millió ukrán hagyta el az országot, ezek elsősorban gyerekek és nők. Persze kirívó eseteket tudunk, amiről a sajtó is beszámol, amikor mindenféle korrupciós lehetőségeket kihasználva férfiak is kijutnak az országból, de alapvetően ez nem ez a jellemző, hanem a férfiak az országban vannak. Ja, a katonai veszteségekről volt szó, és hogyha hozzáveszünk a civil veszteségeket is egyik vagy másik oldalon, akkor milyen számokkal dolgozhatunk jelen pillanatban egyik, illetve másik részről, tehát Ukrajna, illetve Oroszország esetében is. Mik azok, amik hivatalosak, vagy megközelítik a realitást? Hát ugye a civil számok tekintetében csak az ENSZ statisztikáira hivatkozhatunk, de ezek a számok sem nevezhetőek, semmilyen formában sem teljesnek, hiszen az ENSZ csak nem becsül, nem felmér, hanem a hivatalosan ismert, név szerint ismert
civil áldozatokat veszi számításban. Azt hiszem néhány hónappal ezelőtt 8-9 ezer környékén járt a hivatalosan a civil áldozatok száma, de ugye közben vannak arra is számítások, becslések, hogy önmagában csak Mariupol városában legalább 20-25 ezer civil lakos veszthette életét. Ezt nem tudjuk, nem lehet megerősíteni, hiszen háború során ugye a civil lakosság mindkét irányba mozoghat, tehát átmehet az ukrán területre is, és átmehet az oroszok által kontrollált területre is, és nehéz felbecsülni, hogy most eltűntnek, elveszettnek, vannak minősítve, meghaltak a konfliktus során, vagy életben vannak. A katonai áldozatokat tekintve pedig ott teljesen sötétben tapogatózunk. Mindkét ország titkosította ezeket a számokat, tehát ott végképp csak becslésekre tudunk hagyatkozni. Egyébként vannak szervezetek, amelyek név szerint próbálják feltérképezni, hogy kik azok a katonák, akiket beazonosíthatóan életüket vesztették. Például orosz katonákat tekintve 45 ezer, egy orosz kiadvány, a Mediazona és a BBC 45 ezer elhunyt katonát tudott beazonosítani név szerint a különböző nekrológok, közösségi média alapján, de hát valószínűleg ők is megjegyzik, hogy ennek nagyjából háromszorosa lehet a katonai áldozatok száma konkrétan. Tehát valahol, hogyha becslésekre hagyatkozunk, nagyjából 120 és 150 ezer fő között van a halottak száma mindkét oldalon, mind az orosz oldalon, mind az ukrán oldalon. Ezek csak a halottak, hogyha pedig ugye sebesültekkel együtt, tehát akik már nem tudnak visszatérni a harcokban, mert annyira megrokkantak, elvesztették a végtagjukat, stb. Ott pedig inkább 300-350 ezer fölé közelít ezeknek a száma mindkét oldalon, tehát egészen magas számokról beszélünk. Maradjunk a visszatekintésnél, és most háborús szempontból szeretném megközelíteni ezt a tulajdonképpen különleges katonai hadműveletet. Vladimir Putyin sosem nevezte ugye ezt háborúnak, valószínűleg nem véletlenül. Ez is érdekelne, hogy ennek mi az oka, illetve az, hogy bár a frontvonal nem statikus, két éven keresztül folyamatosan azt mondjuk, hogy azért ez gyakorlatilag egy álló háború. Miért maradt ez álló háború? Mik ennek az okai? Hát kezdem akkor a Vlagyimir Putyinnal és a hivatalos megnevezéssel. Ennek elsősorban az az oka, hogy az orosz hatalom próbálja érzékeltetni az orosz lakosság felé, hogy ez nem egy háború, ez egy valamiféle katonai művelet, ami időben és térben messze zajlik Oroszországtól, tehát az orosz lakosság nincs veszélyben, az orosz lakosságot alapvetően nem érint. A háború csak ugye azokat a katonai erőket, akik erre vannak kiképezve, és ugye pénzt kapnak érte. Tehát ez a megnevezés ez elsősorban a belföld irányába szól, és egyébként ez az orosz percepció tekintve alapvetően el is érte a célját, tehát az orosz médiában sem beszélnek háborúról, hanem csak különleges katonai műveletről, és az orosz lakosság nagy része nem is érzi magát veszélyben, hát főleg úgy, hogy a orosz területen nem is nagyon zajlanak műveletek, kivéve azt a két-három orosz régiót, ami közvetlenül határos orosz Ukrajnával, és ugye ott azért vannak drónberepülések, vagy rakétatámadások, de ezek viszonylag ritkák. Tehát ennek elsősorban ez az oka. Bocsánat, mi volt a második kérdés? Második kérdés az volt, hogy miért beszélünk állóháborúról két éve, ugye maga a frontvonal az nyilván nem statikus, de hogy ez az állóháború, ez tulajdonképpen két éve tart. Igen, tehát utoljára 2022 novemberében volt jelentős területváltozás, amikor Ukrajna visszahódította a Herson jobb partját. Azóta komoly területváltozásra nem került sor, és ennek elsősorban az oka, hogy mindkét fél védekezésre rendezkedett be, és ugye Oroszország is 2022 novemberétől kezdte kiépíteni a megszállt ukrán területeken azt a védelmi vonalat, ami magába foglalja a lövészárkokat, ilyen vasbeton szerkezeteket, és ugye nagyon egészen nagy területen elnyúló elaknásított részt. És ilyen jellegű konvencionális védekező háborúban, tehát amikor mindkét fél a másiknak a jó bevédett állásaival szemben próbál valamit elérni, hogyha
Nagyjából paritásban vannak a felek az emberi erőt tekintve, katonai eszközöket tekintve. Ugye ez most akár ebből lehet, hogyha Ukrajnában lőszer hiány áll be, elsősorban mondjuk tüzérségi lőszerek tekintetében, de eddig nagyjából paritásban volt mind Oroszország, mind Ukrajna ezek tekintetében. Tehát paritásban lévő felek a jól bevédett állásokkal szemben nem igazán tudtak mit kezdeni, sem az egyik, sem a másik oldalon. Ezen ugye akkor lehet osztatni, hogyha vagy technológiai fölényben lenne az egyik vagy a másik fél, vagy mondjuk nagyon komoly emberi fölényben, emberi erőfölényben lenne az egyik vagy a másik fél, de ugye ezt jelenleg egyik oldalon sem látjuk. Említette a területeket, hogyha megnézzük ezt a számok nyelvére lefordítva, akkor Ukrajna mekkora területét veszítette el eddig ebben a háborúban, hány százalékát az eredeti területének, illetve ugye itt egészen más a helyzet, hogyha már csak a nemzetközi jogi vetületet is nézzük, hogy 2014 óta mi történt, illetve ha másik oldalról nézzük, Oroszország mennyi területet tudott elfoglalni, és jelen pillanatban hol tart ez, mert volt már ennél nagyobb területfoglalása is Oroszországnak. Igen, tehát Oroszország az elindított inváziónak a csúcspontját 2022. június végén érte el, amikor elfoglalta teljes egészében Ukrajna Luhanszki területeit és a Harkivi területek egy részét. Azóta lényegében csak veszítettek ezekből a területekből. Voltak persze kisebb szerzemények, amelyek néhány száz négyzetkilométerben mérhetőek, de 2022. júniusában Oroszország Ukrajna területének mintegy ötödét birtokolta, közel 20%-át birtokolta Oroszország, és utána Ukrajna ugye az ellentámadás során 2022. szeptemberétől novemberig a 2022 után elfogadt területeknek a 40%-át visszafogalta. Tehát ugye fontos hangsúlyozni, hogy ebben a 20%-ban, amit Oroszország birtokolt, benne van a 2014 után elfoglalt, benne vannak azok a területek is, ugye Krímfélsziget, illetve Donyeszk és Luhansznak egy része. Most jelenleg a különböző számítások szerint Ukrajna területének mindegy 17%-át birtokolja Oroszország. Ennyi van orosz kontroll alatt. Ami az elmúlt évet illeti, ott pedig ugye az ukrán ellentámadás során tavaly nyáron, ami ilyen stratégiai sikereket nem igazán tudott elérni, ez alatt Ukrajna mintegy 2-300 négyzetkilométert foglalt el, Oroszország az elmúlt egy évben ugyancsak egy hasonló eredménye büszkélkedhet. Tehát hogyha mérleget nézzük, akkor valahol 40 és 50 négyzetkilométer környéke van orosz, tehát a mérleg nyelve Oroszország felé billen, de hát 40-50 kilométer ez egy kisebb város agglomerációjának a területe, nagyjából ebben mérhető a területi szerzemény. Ugye ebből is látszik, hogy az elmúlt egy évben, vagy másfél évben semmilyen mozgás, területi mozgás nem, jelentős mozgás nem volt a fronton. Ha nem volt semmilyen területi mozgás a fronton, amiről tényleg érdemes beszélni, vagy mondjuk egy nagy előrelépésnek számított volna az egyik vagy másik fél részéről, akkor nagyon sokszor latolgatjuk azt, hogy melyik ország meddig bírja, Ukrajna meddig tud kitartani, aki nagyban függ a nyugati országoktól, Amerikától, és nyilván ott van Oroszország, akinél szintén nem tudjuk azt pontosan, hogy meddig bírhatja ezt a háborút, de mégiscsak megkérdezem, hogy melyik ország fáradhat előbb el ebben az állóháborúban? Ugye mindkét ország azt gondolja, hogy az idő nekik dolgozik. Tehát ez, mivel a fronton nem tudnak jelentős eredményeket elérni, vélhetően az orosz stratégia és az idő faktort veszi figyelembe. Az oroszok abban bíznak, hogy Ukrajna belefárad, és a nyugat nem fogja, egy idő után nem fogja támogatni tovább Ukrajnát, vagyis vagy áttörik az ukrán vonalakat, vagy rákényszerítik Ukrajnát az orosz ultimátum elfogadására. Ukrajna is hasonlóképpen bízik, Ukrajna abban bízik, hogy az idő nekik dolgozik, és a nyugati védelmi ipar felpörgésével, a nyugati támogatás növekedésével, és orosz Oroszország elfáradásával esetleg visszatudják tolni az oroszokat a korábbi vonalak mögé. Tehát mindkét országban ez a jellemző álláspont, hogy melyik bírja tovább. Én konzekvensen azt gondolom, hogy alapvetően a nyugatnak dolgozik az idő, de a nyugat, amely támogatja Ukrajnát ebben a háborúban, de itt ugyan van egy nagyon fontos kitétel, hogy amennyiben
amennyiben a nyugatnak a politikai akarata az kitart. Tehát, hogyha kitart a nyugat a következő években Ukrajna mellett, és valóban ugye látjuk, hogy a védelmi ipari megrendelések, a fejlesztések azok növekedtek jelentősen az elmúlt egy-másfél évben a nyugaton is. Tehát, hogyha ez folytatódik, és a nyugat mondjuk kitart Ukrajna mellett, akkor alapvetően Ukrajnának jó esélyei vannak, hiszen itt a globális világgazdaságnak mintegy 60-65%-áról beszélünk a Ukrajnát támogató durván 52 ország esetében. Oroszország, vagy a világgazdasági részesedése mindegy 1,5%. Tehát, hogyha önmagában csak a puszta számokat nézzük, akkor inkább a nyugati oldalnak áll a zászló, de, és így nagyon fontos, hogy amennyiben ez a politikai akarat, ez meg lesz. A nyugati támogatás nélkül Ukrajna esélyei nem túl jók ebben a háborúban. Ha már említette a gazdaságokat, akkor érdemes megnézni, hogy hogyan hatott a háború egyik, illetve másik ország gazdaságára. Nyilván Ukrajna esetében nagyon fontos a nyugati támogatás kérdése, ahogyan ön is fogalmazott. Oroszország gazdasága mennyire érezte meg ezt a háborút? Hol tart most, ugye már korábban itt beszélt arról Eszter például, hogy 13 szankciós csomagot hozott az Európai Unió, Oroszországgal szemben már készül a 14. De vannak mutatók, amelyek azt mutatják, hogy növekszik az orosz gazdaság. Hol tart egyik, illetve másik ország? Azt gondolom, hogy érdemes lenne szétválasztani a szankciók hatását és egyébként az orosz gazdaság állapotát, mert önmagában ez a 13 szankciós csomag nem hozta meg a kívánt eredményt, nem érte azt, hogy Oroszország befejezze a háborút, vagy hogy egyáltalán az orosz gazdaság komolyan megérezze a szankciók hatását. Persze a szankciók okoznak nehézségeket Oroszország, de közel sem olyan módon, mint hogy azt eredetileg a nyugati döntéshozók elképzelték volna. Az utolsó szankciós csomag az egyébként leginkább a szankcionált emberek listáját bővíti ki, amelyen egyébként is több mint 2000 személy szerepel. Most ezt újabb 200 személlyel bővítették, hát ennek nem igazán lesz hatása az orosz gazdaságra nézve. Viszont ami az orosz gazdaság egészségét illeti, említettem, hogy nem nagyon érezték meg a szankciókat, de önmagában a háború azért igencsak költséges, és igencsak leterhelő Oroszország számára. Most a szankcióktól teljesen független, tehát hogyha a szankciókat nem nézzük, amelyek nem igazán tudtak eredményt elérni Oroszország számára, de hogyha Oroszország éveken keresztül folytatja a háborút, azzal a katonai költségvetéssel, amivel számolgat, hát ugye most már, hogyha hozzávesszük a különböző biztonság titkosszolgálati és biztonsági szervezeteket, az orosz költségvetés, erre fordított katonai és biztonságpolitikai költségvetés, mindegy 40%-a erre megy el. És ugye ekkor ugye kevesebbet fektetnek be mondjuk a kisvállalati szektorba, a szociális juttatásokra, stb. Tehát hosszú távon ennek azért elég nagy terhe van az orosz gazdaságra nézve. És igen, ugye az orosz gazdaság növekedett, nem következett be az a kép, hogy itt folyamatos recesszióban lesznek. Ugye 2022-ben volt egy 2,8%-os recesszió, most mint egy 3%-os, 3,5%-os növekedésben vannak, de azt is hozzá kell tenni, és erre egyébként sok elemző nem tér ki, hogy az orosz gazdaság alapvetően az elmúlt 10 évben nem működött annyira jól, és most, ugye 2023-as adatokat nézve, még nem jutottak el arra a szintre, ami Krím megszállása előtt volt. Tehát 2013-ban az orosz gazdaság a GDP tekintve, akár nominálisan, akár vásárlóerő paritáson tekintve, az orosz GDP 2013-ban jóval magasabb volt, mint most 2023-ban, 10 évvel azután. Tehát itt ezeket a faktorokat kell figyelembe venni, és még egy utolsó megjegyzés, ettől függetlenül Oroszország készült erre a háborúra,
10-15 éven keresztül tartalékokat képeztek, több száz milliárd dollárnyi tartalékról beszélünk, hát összesen 600 milliárd, ugye ennek egy része lefoglalásra került a háború következtében. Tehát nekik van miből költeni. Tehát egyébként, hogyha az orosz gazdaság nem is teljesít jól, azért néhány évig el tudnak működni úgy, hogy felhasználják a felhalmozott tartalékokat. Tehát ez is egy fontos pont. Közelegnek az orosz választások, nyilván Vlagyimir Putyin széke alapvetően eléggé szilárdnak és biztosnak tűnik, nincs komoly kihívója, vagy ha van is, vagy lesz is, nem fogja tudni Vlagyimir Putyint legyőzni ezen az orosz elnök választáson. Kérdéses az, hogy a választásoknak a kimenetele az hatni fog-e Putyin politikájára, vagy ő megmarad ezen az úton, ami most is van? Erre nem tudok teljes értékű választ adni. Én azt gondolom, hogy alapvetően két forgatókönyvet fog láthatunk majd az orosz elnök választások után. Ugye március 15-16-17, tehát alig egy hónap van addig. Az egyik forgatókönyv az, hogy Putyin a választások után hátradől, és vár egy évet, megnézi, hogy mi lesz az Európai Unióban, az európai választásokat követően, megvárja az amerikai elnök választások eredményét, és ennek tudatában finom hangolja mondjuk, hogy változtat a háborús politikáján, ez az egyik forgatókönyv, de könnyen lehet, hogy pont ellenkezőleg a másik forgatókönyv valósul meg, ami abból áll, hogy Vlagyimir Putyin, ha megkapja a kívánt eredményt, és már az orosz állami médiában sajtóhírek is szólnak arról, hogy Vlagyimir Putyin konkrétan 78-80%-os választási eredményt szeretne elérni. Tehát, hogyha megkapja ezt a választási eredményt, akkor ennek birtokában mondhatja azt, hogy lám-lám, az orosz lakosság túlnyomó része, 80%-a támogatja azt a politikát, amit ő folytat, támogatja a háborút, vagy hát a különleges katonai műveletet Ukrajnában, vagyis ugyanez csak még nagyobb erővel kell csinálni, tehát meg lehet hirdetni az újabb általános mobilizációt, még több erőforrás lehet költeni a háborúra, mert hogy van egy olyan legitimációs bázis, amit ő a választások révén megkapott. És ebben pedig hasznára lesznek az európai és az amerikai választások, hiszen választások idején azért szűkül az országoknak a mozgástere. Ugye látjuk, hogy most az Egyesült Államokban is Ukrajna, Tajvan, Izrael elsősorban az elnök választási kampánynak az elemévé vált, nem egy önálló politikai elemé, hanem az elnök választások részévé vált. Tehát Putyin ezt akár ki is használhatja a választásokat követően. Tehát én ezt a két fotókönyvet látom a következő időszakra. Nagyjából van még 2,5 percünk, ehhez mérten kérném szépen, hogy válaszoljon. Ön hogy látja, mikor érhet véget ez az egész konfliktus, ez a háború, hogyan érhet véget? Mi az esetleg, hogyha kompromisszum születik mondjuk a két fél között, ami megfelelő mind a kettő számára? És ez tényleg mikor következhet be, akár úgy, hogy egyelőre még csak tűzszünetről beszélünk, és aztán majd a későbbiekben békére? Pont az elmúlt egy év birtokában azt gondolom, hogy viszonylag kicsi az esély annak, hogy a közeljövőben békéről, vagy akár fegyverszünetről beszélhetünk, hiszen a paritás a felek között azt is jelenti, hogy a felek hajlandóak elhúzni ezt a háborút akár éveken keresztül, mert hogy ugye pont beszéltünk erről, az időfaktorban bíznak, abban bíznak, hogy az idő nekik dolgozik. Mind Oroszország, mind Ukrajna az időfaktorban bízik, és hát az idő az azt feltételezi, hogy akár éveken keresztül is megpróbálják a konfliktust ezen a szinten folytatni, hiszen mivel paritásban vannak, egyik fél sem hajlandó mondjuk engedményeket vagy kompromisszumot tenni a másiknak, mert abban bízik, hogy az idő végső soron az ő irányába fog hatni. Tehát én nem tudnék olyan előrejelzést tenni, amely mondjuk a következő egy-másfél vagy akár két évben a lezárás jeleit mutatná Ukrajna. Persze bármi belőfordulhat a nemzetközi kapcsolatokban, tehát akár egy ilyen forgatókönyv is lehet, de ennek viszonylag kicsi az esélye. Annak van esélye, és tudom, hogy fogy az időm, csak egy pillanat alatt, hogy a harcok intenzitása csökken, és inkább a befagyás felé mutat a háború, de egy lezárás, az azt gondolom, egy ilyen végleges háborús lezárás, az sajnos inkább messze van tőlünk. Bende Zsefszi Antónak nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt ma velünk. Köszönöm szépen.
Ez volt a napindító első háborús része a szünet után. Hidegkuti Konstantin érkezik hozzánk, vele folytatjuk, majd aktualitásokról is lesz szó, de természetesen továbbra is emlékezünk az elmúlt két év háborús fejleményeire, úgyhogy tartsanak velünk. És ez itt továbbra is a napindító. Köszöntjük Önöket Perjesi Tamás kollégámmal. Folytatjuk műsorunkat, és köszöntjük itt a stúdióban Hidegkuti Konstantint, a moszkvatér.com állandó szerzőjét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kezdjük Joe Biden újabb aranyköpésével, akit idézni fogok. Korábban Vladimir Putyint crazy son of a bitch-nek nevezte, ami szabad fordításban mondjuk egy őrült rohadékot jelent. Hogyha szó szerint fordítanánk, akkor ez ennél sokkal rondább egyébként. Erre reagált most Vladimir Putyin orosz elnök, ő azt mondta, hogy szerinte faragatlan az amerikai elnök. Kérdezem ezt az egész verbális kis összecsapást azért is, mert korábban, ugye, amikor Tucker Carlson interjút készített Vladimir Putyinnal, ott elhangzott az, hogy Putyin jobban örülne annak, hogyha maradna Joe Biden az elnöki pozícióban, mert szerinte Donald Trump-al nem biztos, hogy ennyire konzekvensen vagy ennyire simán tudnának együttműködni. Szerintem, és nem tudom, hogy erősíts meg ebbe Konstantin, szerintem ebbe az is benne volt akár Vladimir Putyin részéről, hogy tulajdonképpen Joe Bidennel tovább folytatódik a háború, ami Oroszországnak az elmúlt két évnek a tapasztalatai alapján nagyon megéri. Mi az ilyen összecsapások, most bármennyire is pici dolog ez, és nem nagy dolog, nyilván degradálják szerintem Joe Bident államfői minőségében. Hogyan hathat egyébként Putyin és Joe Biden kapcsolatára a jövőben? Egyik oldalról Biden maga ez egy ilyen bejáratott figura, szóval azért, ha azt nézzük, több mint 40, lassan már 50 éve benne van az amerikai establishmentben, hogy az amerikai politikai elitnek a viszonylag kipróbált képviselője, szóval egy olyan személy, akinél nem várható nagy ilyen változtatások, vagy nagy olyan kihágások itt a politikai szférába. Viszont Trumpot, ha megnézzük, Trump az egy bizonyos mértékben ilyen sötét ló, és ha a korábbi ilyen párhuzamokat kéne nézzük a korábbi elnökökkel, akkor kicsit Nixonhoz lehetne hasonlítani, aki Vietnámban csinálta például azt, hogy kifejezetten őrültnek próbálta magát tettetni, és amikor meg lett választva elnöknek, és bekerült a vietnámi konfliktust, azt úgy próbálta meg rövidre zárni, hogy eszkalálta, hogy akkor elkezdte kifejezetten Kambodzsát, Laoszt, Észak-Vietnámot tényleg a földig bombázni. És vélhetően, hogyha Trump pedig bizonyos mértékben egy újfajta Nixon akar lenni, ha külpolitikát nézzük, és Trump is például Afganisztánban azt csinálta, hogy elkezdte az ilyen több ezer kilós bombákat, amik amúgy mellesleg már az élettartamok végén voltak, elkezdte dobálni a tálibokra, és ott is az volt, hogy akkor úgy próbáljuk meg a konfliktust lezárni, hogy előtte eszkaláljuk. És most is azt látjuk, hogy Trump a nevadai kampánybeszéd nem azt mondta, hogy meg kéne szüntetni az Ukrajnának nyújtott segélyt, hanem akkor egyenlőséget kéne, hogy akkor mi az Egyesült Államok adott 200 milliárd dollárt nagyjából, és akkor hogy Európa bezzeg sokkal kevesebbet, és nem azt mondja, hogy akkor megszüntetjük, hanem akkor Európa legyen az, aki még adjon hozzá, és vélhetően, hogyha Trump lesz az elnök, azért is mondta Putyin ezt, hogy akkor jobban örülne Bidennek, mert ott egy kiszámítható pályán folytatódna ez a jelenlegi konfliktus, de Trumpnál azért megvan annak a lehetősége, hogy ez a Nixoni őrültnek tettetem magam politikával, először megpróbálja eszkalálni az ukrán konfliktus, hogy majd akkor az oroszok meghátrálnak, hogy mennyi fegyvert, meg mennyi támogatást kapnak az ukránok az Egyesült Államoktól, de ez nem feltétlenül tud, főleg két év után így működni az ukrajnai dinamikában, vagy az ukrajnai konfliktus működtetése szempontjából. Ugyanakkor Donald Trump mondott olyat is, hogy egy nap alatt véget vetne a háborúnak. Ez akkor belefér ebbe, hogy egyszer azt mondja, hogy egy nap alatt, mert amit most ugye fölvázoltál, az nem azt mutatja, hogy egy nap alatt vet véget a háborúnak, hanem egy elhúzódó folyamat lesz ez, hogyha ugye ez így következik be a jövőben. Szóval belefér nála, hogy egyszer ezt mondja, hogy egy nap alatt véget vetek a háborúnak, meg egyébként az is, hogy aztán nem ez fog történni a valóságban. Gyakorlatilag a kampány alatt azt mond mindenki, amit akar, meg azt lehet mondani, amit akarnak, és ha megnézzük Trump korábbi lépéseit, akkor kifejezetten Trump volt az, aki egyáltalán halálos fegyverzet szállítását engedélyezte Ukrajnának, hogy ő volt az elnök, aki ezeket egyáltalán elkezdte átadni Ukrajna számára. Szóval itt azért, ha múlt
múltbéli eseményeket nézzük, akkor egy nem annyira azt látjuk, hogy majd akkor Trump elnökségével két napon belül véget ér a háború, mert inkább azért az amerikai érdekeknek, meg az amerikai gazdaságnak azért bizonyos mértékben megfelel ez a háború. Itt visszatérünk arra, hogy azért 90%-a az Ukrajnának szánt katonai segélynek az valamilyen szinten az amerikai vállalatoknál, vagy az amerikai beszerzésekben csapódott le, és gyakorlatilag az országon belül maradt. Júniusra várhatóak az első F-16-os vadászgépek, hogy ezeket ugye bevetheti Ukrajna ebbe a tulajdonképpen különleges katonai hadműveletbe, vagy állóháborúba. Mi lesz akkor, hogyha bevetik ezeket az F-16-osokat? Eszkalálhatja ezt a háborút, és elindulhat-e a háború egy olyan úton, hogy gyakorlatilag egyre több ország ebbe bekapcsolódik, magyarul harmadik világháborút is okozhat-e, vagy különösebb változást nem hoz pár F-16-os? Egyik oldalról az ukrán légierő jelenlegi állapotát, ha nézzük, azért eléggé géphiányos állapotban, technikai hiányos állapotban van, és tényleg a megmaradt pár, nagyjából olyan 10 darabos Su-24M vadászbombázó flottát is hímes tojásként óvják a bármiféle orosz támadással szemben, és ez ebben nyújthat egyfajta ilyen fellélegzést ez az F-16-osok beérkezése, hogy nagyobb mértékű, nagyobb mennyiségű hordozó platform fog rendelkezésre állni, mert az F-16-osoknak kifejezetten ez az, ami igazán újdonságot vagy könnyítést jelent mind Ukrajna, mind a nyugat számára. Szóval még azért az szovjet típusoknál a Su-24, MiG-29, ott fennállt az a probléma, hogy valahogy a nyugati fegyverzetet a keleti technikához integrálni kellett, és ez ilyen bizonyos mértékben sufnitoning megoldásokkal gyorsítottan rendelkezésre áll, de nem tudta kihasználni az adott fegyverzet által nyújtott teljes kapacitást. Még azért az F-16-osnál gyakorlatilag az alkalmazott eszközök döntő hányada az gyárilag integrálva van a magához a típushoz, és inkább ebben hozhat változást, mert azért, ha azt nézzük, azért az F-16-os sem tud abban a mértékben ilyen csodafegyver lenni, hogy ott van egy orosz csapatlégvédelem, orosz kiépített, rétegzett légvédelem, és az F-16-os sem tud idézőjelesen elmenekülni ettől, szóval azért nem lehet az, hogy akkor beröpül úgy tényleg a 2000 méteren a harctér fölé, és akkor leszed mindenkit, mert megvan az, hogy kifejezetten egy olyan légvédelmi ernyővel és olyan légvédelmi sűrűséggel rendelkező front és háborúról beszélhetünk, ahol megint csak az ilyen taktikázni kell bizonyos mértékben ezeknél az eszközöknek a használatánál, meg hát ott van a másik probléma, hogy ezeket az eszközöket üzemeltetni is kell, és ott fennáll az a probléma, hogy sokat a karbantartás igényesebb technikáról van szó, sokkal inkább kényes idézőjelesen magára a karbantartási körülményekre is az F-16-os, szóval ez, ha az összképet nézzük, nem annyira egyértelmű, hogy most ez döntően meg tudja változtatni, viszont az az előnye mindenképpen megvan, hogy a már nyugaton rendelkezésre álló légi fegyverzetet azt gyakorlatilag egy az egybe úgy értve át lehet adni Ukrajnának, hogy nem kell az integrálással bajlódni. Mindezek fényében, hogyha nézzük, akkor hogy látod, ez a konfliktus, ez meddig tarthat, illetve milyen irányba mozdulhat el az, ami zajlik a frontvonalakon és a hátországban, az egésznek a lezárása az mennyire van belátható időn belül, egyáltalán milyen lezárása lehet? Én a korábbi ilyen jóslásokat azt fenntartom, amiket mondtam, így jóslás, szóval 2025-26-ig ez a konfliktus még el fog tartani, és nem gondolom azt, hogy ez majd egyfajta ilyen álló háborúba fog belefordulni, vagy akkor csökkenni fog a konfliktus intenzitása, főleg azért, mert most például az oroszok azért Avgyejevka bevételével is bizonyos mértékben nyerekbe vannak. Szóval azt látjuk, hogy az ukrán védelemnél a bizonyos ilyen betondiókat kell például Donyeszk térségébe feltörni ahhoz, hogy nagyobb mértékű előrenyomulás és offenzívát lehessen biztosítani. És most mit látunk? Hogy az orosz fél elfoglalta Avgyejevkát, és ezzel párhuzamosan támadást indított Zaporozsében, gyakorlatilag félig visszafoglalva Rabotyinot, negligálva azt az ukrán ellentámadást, amiben hát mondjuk azt, hogy 100 000 fő feletti ukrán veszteség keletkezett. Szóval itt azért az oroszok
Putyinnak továbbra is ez az ukrajnai háború egy egzisztenciális konfliktus, Ukrajna egy egzisztenciális fenyegetés, ezért mondta Putyin azt, hogy Ukrajna nem létezik, idézőjelesen, hogy Ukrajna egy ilyen kreált állam, meg hogy Ukrajna egyfajta anti-Oroszország veszélyét jelenti az orosz államiság számára, szóval Oroszország nem fogja azt mondani félúton, hogy akkor ennyi, szoszi, ennyi volt ebből a háborúból, és akkor majd lesz belőle valami, hanem itt ez tényleg egy olyan több évtizede érlelődő gócpont és probléma, amit megpróbálnak ténylegesen tartósan megoldani ezt a konfliktust, és ez vélhetően az lehetséges akár, hogy az ukrán államiság felbomlásával is, de mindenképpen a mostanihoz képest még sokkal a nagyobb területi, ukrán területi veszteségekkel fog együtt járni. Hidegkuti Konstantinnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. És ahogy említettem már, holnap lesz 2 éve annak, hogy elindult az a bizonyos különleges katonai hadművelet, amit Oroszország indított el 2022. február 24-én. Gyertyagyújtással emlékeztek az orosz-ukrán háború áldozataira a konfliktus kitörésének második évfordulóján a Dévai fogadóközpontban. A menekültek ellátására szakosodott intézmény 180 családnak juttat rendszeres pénzügyi támogatást, emellett gyógyszerekkel és ennivalóval is segítik a menekülteket. Tömegével érkeznek az orosz-ukrán háború elől menekülők Budapestre. Ezek a képek 2022. márciusában készültek a Nyugati pályaudvarnál. Bár a menekülők száma azóta jelentősen csökkent, a segélyszervezetek munkája nem ért véget. A Dévai fogadóközpontban azokat a menekülteket segítik, akik Magyarországon kezdtek új életet. 180 családnak tudunk rendszeres pénzbeli támogatást nyújtani, ezt utalvány formájában tesszük meg. Ezen kívül rendszeres gyógyszertámogatást tudunk adni, és melegétkezést, 250 adag melegétkezést kapunk kedden, szerdán és csütörtöki napokon. Ingyenes gyermekfelügyeletet tudunk biztosítani, angol és magyar nyelvtanfolyamokat. A háború kezdete óta már 2 milliónál is több menekült lépte át az ukrán-magyar határt az Egyesült Nemzetek Szövetségének adatai szerint. Így Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akciójában vesznek részt a segélyszervezetek. Példaszerű az a munka, amit a Dévai fogadóban tesznek, hiszen lelki támogatást adnak, testi támogatást, ételt, ruhát, jogi tanácsadást, de még azt is nagyon fontosnak érzem, hogy van egy olyan intim szoba, ahol a hölgyek tudnak tartózkodni, és tudjuk, hogy a menekülteknek milyen sok problémát jelentenek ezzel kapcsolatos feladatok, és ezt is biztosítani tudják itt a Dévai fogadóban. A háború kitörésének évfordulójára gyertyagyújtással emlékeztek a menekültek koncertje után. Nem is olyan régen volt itt a külügyi intézettől egy szakértő, akivel beszélgetünk arról, hogy a Kaukázusban, hogyha nézzük Örményország és Azerbajdzsán konfliktusát, akkor ott mit is takarhat a konnektivitás, akár egy magyar közvetítői szerep, hogy egyáltalán ott a régióban. Most megpróbáljuk górcső alá venni, hogy maga ez a kifejezés, hogy konnektivitás, ez mit is jelent, és miért olyan fontos ma a külügyi kapcsolatokban. Itt van már a külügyi intézet kutatója, Trembeszki Zsolt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mit akar maga ez a kifejezés, és miért olyan fontos ez manapság a világban? A konnektivitás, itt az angol connectivity kifejezést magyarítottuk ilyen mérsékelten szép módon, mert ennél sokkal jobb kifejezésünk egyelőre nincsen. Eredetileg ez egy kifejezetten informatikai töltetű fogalom volt amerikai angol nyelvben, tehát itt számítógéprendszerek közötti összekapcsoltságot jelentette. Eredendően nemzetközi politika, nemzetközi gazdaság, nemzetközi kapcsolatok terén az elmúlt néhány években nyert egy új jelentést, vagy legalábbis nagyobb hangsúlyt kapott egy bizonyos fajta jelentése, ami különböző városok, régiók, országok összekapcsoltságát jelenti, és ennek a száraz és közepesen unalmas elméleti részében nem megyek bele, de ez olyan kategóriákat takar, mint a kemény konnektivitás, a kemény összekapcsoltság, ami a fizikai infrastruktúrát jelenti elsősorban, utak, hidak, vasutak, repterek, kikötők, kőolaj és földgáz vezetékek, de beletartozik a digitális összeköttetés is, emberek, csoportok, országok, régiók között, és a legtöbb erről szóló
szakpolitikai anyag vagy elméleti anyag ad erre egy puha konnektivitási réteget, és ami emberek közötti kapcsolatokat, people-to-people kapcsolatokat, kulturális kapcsolatokat, oktatást, néha a digitális kapcsolatokat is ide sorolják, ezeket a dolgokat jelenti, tehát ez egy sok rétegű dolog. Miért lett fontos egyébként, hogy maga a konnektivitás az a politikában megjelenjen? A konnektivitásról ez a jelenlegi közelmúltbéli fölfokozott diskurzus, ez nagyon jelentős részben egy reakció egészen konkrétan Kína 2010-es évek közepi övezetésút kezdeményezésére. Az volt talán az első nagyon látványos, nagyon nagy publicitást kapó kezdeményezés, ami ezt a konnektivitást a középpontba állította. Ez a kínai külpolitikának, külgazdaságnak egy nagyon fontos eleme. Talán ők voltak az elsők, akik a külpolitikájukat erre a koncepcióra szervezték, és amikor ez az új Selyemút kezdeményezés, aminek ugye részeként a kínaiak különböző infrastruktúrális projekteket finanszíroztak, Kelet-Ázsiától az Indiai óceánon át, Nyugat-Ázsiáig, Dél-Kelet-Európáig is, és ugye ma már a világon mindenhol. Amikor ez megkerülhetetlenné vált, akkor más hatalmak, az Egyesült Államok és szövetségesei is, a 2020-as évek elejére az Európai Unió is előálltak a saját konnektivitás koncepcióikkal és kezdeményezéseikkel, nagyon jelentős részben a kínai Selyemútra reakcióként, és azzal szemben egy többfajta alternatívát prezentálva fejlődő országoknak. Itt elsősorban arról beszélünk, hogy a még fejlődő régiókat, illetve a még fejlődő régiókon keresztül a fejlett piacokat, Kelet-Ázsiát, Kínát, Európát hogyan lehet összeköttetni, összekapcsolni, és milyen hatalmak és milyen értékeket képviselő hatalmaknak a preferenciái fognak érvényesülni ebben a folyamatban. Ha nézzük ezt a koordinátorrendszert, akkor abban hol helyezkedik el Magyarország, és mi Magyarország stratégiája? Magyarország nyilvánvalóan az Európai Unió tagjaként egyrészt természetesen részese mindenfajta Európai Uniós kezdeményezésnek, ugye az EU-nak egy 2021-es Global Gateway kezdeményezése, talán az ászlós hajója az erről való gondolkodásnak, ugye itt az Európai Unió próbál majd fejlődő országokban hasonló infrastruktúrális projekteket, nyilván a kínaiakétól eltérő gyakorlatok és elvek mentén finanszírozni, de ezen felül a magyar kormánynak egy látható stratégiája az, hogy egyfajta több irányú kapcsolódást teremtsen meg, vagy tartson fönn, ugye a magyar kormány a kínai övezetésút kezdeményezést is ahhoz is támogatóbban viszonyul, mint a legtöbb Európai Uniós tagállam. Ez egy stratégia, aminek az a kitűzött célja, hogy Magyarország egy ilyen több kapcsolódású csomópont legyen egy nem hatalmi blokkokra széteső, hanem jobban összekapcsolt világban. Ez az elképzelés, egyébként ez nem egy könnyű stratégia, tehát hatalmi folyamatok nem föltétlenül ebbe az irányba hatnak, és az is biztos, hogy a konnektivitás az nem szép lelkű szereplőknek való, tehát ez kőkemény hatalmi politika is, a kínaiak részéről is, Egyesült Államok részéről is, ebben kell navigálnia kisebb-nagyobb országoknak. Túlzás azt mondani, hogy egyébként a konnektivitás divat lett így, hogy a politikában is megjelent, és hogy más országok is ezt használják? Túlzása, hogy divat lett, biztos, hogy nagy publicitást kap, és komoly gondolkodás van most erről a koncepcióról. Kicsit egyébként divat szóvá vált, de azt gondolom, hogy fontos, hogy ez a köztudatba bekerüljön, és fontos, hogy a szakmai köztudatba is bekerült. Ugye, mint mondtam, nagyon sokféle modell és nagyon sokféle program versenyez most. Egyébként erre megvan a tér, azt hiszem, hogy ez az Ázsiai Fejlesztési Banknak egy előrejelzése, hogy az évszázad közepéig, talán 2040-ig 14 billió dollárnyi hiánytátonga várhatóan megvalósuló infrastruktúra finanszírozás és a fejlődő országokban meglévő igény között, tehát van hol versenyezni, van tér sok szereplőnek és sokféle modellnek a ütközésére és arra, hogy ezek egymásra hassanak és visszacsatoljanak a
a nyugati kezdeményezések, például amerikai, európai kezdeményezések nagyobb hangsúlyt fektetnek a pénzügyi fenntarthatóságra, környezeti fenntarthatóságra. A kínaiak belefutottak sok kétes fenntarthatóságú projekt finanszírozásába, ami helyben rossz publicitáshoz vezetett. És amikor erre válaszul a nyugatiak előjöttek a saját modelljeikkel, akkor a kínaiak is korrigálták jelentős mértékben a saját vezetésút kezdeményezésüket, tehát egyfajta egészséges oda-vissza csatolás azért megjelenik ebben a versenyben. Ezek a főbb különbségek, vagy mi az, ami még különbség ezek között, a kezdeményezések között? Nyilván van különbség abban is, hogy hogyan definiálják a saját szerepüket. Ugye a kínai Új Sejemút, az egy, vagy a vezetésút mai hivatalos nevén, az is egy nagyon nehezen megfogható koncepció, minden is beletartozhat körülbelül, de elsősorban az arról szólt, hogy állami finanszírozású hiteleket osztanak ki a kínaiak a részbevő országokban különböző projektekre. Európai és főleg az amerikai elképzelések inkább arról szólnak, hogy a magántőkét kell mobilizálni fejlődő országokban a konnektivitáshoz szükséges infrastruktúra kiépítésére, ami egy teljesen más modell. Ebben is van valamennyi kormányzati pénz, de inkább egyfajta erőtöbbszöröző szerepben, és nyilvánvalóan a nyugati kezdeményezések nagyobb hangsúlyt fektetnek demokratikus normákra, emberi jogokra. A kínai kezdeményezések egy bizonyos dimenzióban inkluzívabbak, tehát nem válogatnak politikai rendszerek, gazdasági rendszerek között, azt mondják, hogy mindenkivel üzletelünk, és mindenhol akarjuk fejleszteni a konnektivitást. Másfelől a kínai konnektivitás elképzeléseknek is megvan a maga limitációja, egész biztosan nem terjed ki például az internet szabadságára, és arra, hogy az egyes állampolgárok más országok állampolgáraival szabadon konnektáljanak. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és ezeket elmondtuk. Köszönöm szépen. Rendkívül érdekes volt.